Nagyon különleges trópusról fogok ma beszélni, különleges alakzatról, a kataklézisről, amelyik messze nem kapott annyi figyelmet a tudománytól, amennyit megérdemelt volna egyrészt gyakorisága, másrészt meg izgalmassága, összetettsége miatt. Míg a metaforáról és a metonímiáról például könyvek sorra született, a kataklízisről egyetlen könyv nem született, senki nem írt róla könyvet, sőt, szintetizáló tanulmányok sem, ról sem tudunk. Retorika könyvekben olvasni róla, illetve nagyobb teoretikusok, fontos teoretikusok, mint Derrida, Foucault, de Man elejtett megjegyzéseiben. A kataklízis... A jelentésbővülés különös alakzata. Az alakzat lexikon szerint az abúzió vagy kataklézis képzavar, amelyben a szó vagy a kifejezés jelentését a megszokott dolog helyett másra vonatkoztatjuk, vagy két szókapcsolatot vegyítünk. Egyfajta ménage à trois, amelyben a nyelvi forma, a szó és a jelentés kapcsolatába bekéreckedik, befurakszik, egy második jelentés. Vagyis egy szó két jelentéssel folytat viszonyt, egy régi és egy új jelentéssel. Előadásom első felében azt fogom bemutatni, hogy a kataklézis alakzata jóval gyakoribb és jóval összetettebb, mint azt a tudományos szakirodalomból sejthetnénk. Második felében pedig arra a kérdésre keresem a választ, hogy nem több-e a kataklézis puszta trópusnál, nem sejlik-e fel a költészet újító gesztusaiban? És ha igen, miként? Mert nyilván. Mindenek előtt néhány példát a köznyelvből. Szász Béla Minden kényszer nélkül című könyvében arról ír, hogy az Andrássy út 60-nak volt egy belső szótára, szóhasználata, lexikonja, amelyben a kapcsolat kémkedést, kénytevékenységet jelentett, vagyis, amikor a kapcsolatáról vallatták a gyanúsítottat, akkor valójában a kémkedésről vallatták. A lényegileg pedig áthidalta, írja Szász Béla, a gyanúsítás és a főben járó vád közötti szakadékot, a gyanú váddá válását építette be ebbe az egyébként ártalmatlan határozó szócskába. De az összes közül talán a legszebb a realizálás, amely nem megvalósítást jelentett, pontosabban a megvalósítás a régi jelentéselem volt, emellé befurakodott egy másik, az AVH által előre meghozott ítéletet jogossátevő vallomás kicsikarását jelentette. Farkas Mihálynak ezt az invenciózus kataklízisébe ez az invenciózus kataklézise látványosan jelenik meg Bacsó Péter a Tanú című filmjében, talán emlékeznek rá, amikor virágelvtárs az ítélethez igazított vallomás megtételét várja Pelikántól. Itt hangzik el a híres mondat, elnézést virágelvtárs, ez az ítélet. Őrnagy elvtárs? Nem kivégzés, borotválás. Most azonnal a tanúk szobájában. Nem akarja még egyszer átnézni a vallomását, Pelikán? Nem, annyit gyakoroltuk az elvtársnővel, nem akarom. Egy kis frissítés sosem árt, jó pap holtig tanul. Tudja, ki mondta ezt, Pelikán? Tudom, tessék ide adni. Mi egy nagyon szép vallomást várunk magától, Pelikán elvtárs. Elnézést, virág elvtárs, ez az ítélet. Ennyi. Az álmatlan éjszakák. A lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Ez igaz. Kertész Imre a Száműzött nyelv című eszékötetében hosszasan ír a nyelvromlásról, amelynek eredményeképp a dolgok nevén nevezése helyett a dolgok elfedése, a szörnyűségek stilizálása történik. Példaként említi a holokauszt kifejezést, amely, mint írja, elfedi a dolog valóságát, és a szó szerinti égő áldozat jelentését úgy tágítja ki, hogy abba beleértődjön az új jelentés, vagyis a megsemmisítő táborokban folyó népirtás jelentése. A tudományos nyelvben is gyakori a kataklízis.
Katakritikusnak mondható például a gender szónak az elmúlt 3-4 évtizedben, de különösen az elmúlt nagyjából másfél évtizedben bekövetkezett jelentés bővülése, amelynek során a nyelvtani nemből társadalmi nem, majd biológiai nemtől függetleníthető konstrukció lett. De katakritikus például Csíkszentmihályi Mihály flow terminusa is, ahol az eredeti áramlás jelentéshez a tökéletes élmény szemantikai elemét társítja. Ezeknek a tudományos nyelven bekövetkezett jelentésbővüléseknek az esetében egyértelműen látszik a kataklézis talán legfontosabb jellemzője, a második jelentés fogalmi újítása. Vagyis a kataklézis új fogalmat alkot azzal, hogy kölcsönvez és új jelentésben használ egy létező szót. Az irodalmi példák között elsőként Emily Dickinsont említem, aki gyakran ad nevet annak, amire korábban nem volt szó vagy kifejezés, sőt, a fogalom sem létezett. Eképp kataklézisben ír sosem párolt italról, arról a valamiről, ami álomnál csöndesebb, a ferdefényről, amely téli délután ránk nehezül, mint hang templomorgonán. És aztán az egész versben fejti ki, hogy mi az új jelentése ennek a kataklézisnek. Mi is történik itt? A sosem párolt ital, a ferdefény, az a valami, ami álomnál csöndesebb, mind valamilyen új jelentéssel bővíti az ismert szavakat, és ezzel teret ad annak, amit Michel Foucault a szavak helyváltoztatási képességének nevez. Vegyünk egy utolsó példát most a felvezetőben Dickinsontól. Egyik legmarkánsabb kataklézise a circumference, perem. Ahol az ismert jelentés mellé, hogy perem, egy új jelentést társít, utalva a tér és idő végső határáig való eljutás különleges lelki-szellemi képességére. Ez a Dickinsoni határállapot, a véges és végtelen határára jutás élménye, arra a pontra, ahonnan érzékelhető a világegyetem végtelensége, ahol a tudat az időből kilépve önmagát figyeli. Mikor megáll a harang nyelve, ott lesz a véges határa, a végső kerék. Dickinson szerint ez a költő küldetése, a peremre jutni. Elérni azt a szellemi állapotot, ahol a földi világ gravitációs erői már nem tartják fogságukban az embert. Vegyünk most egy magyar példát. Ki mással kezdhetnénk, mint Arany Jánossal. Akiről Kosztolányi ezt írja, nála minden szó új árnyalatot kap, soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ilyen csodát művelt volna. Valahányszor egy szót használ, az más szint árnyalatot kap, mint a közbeszédben, valami varást, amely addig nem volt benne, erőt vagy bájat, zengést vagy sejpítést, vagyis eltolja a költői képzetesség felé. Kosztolányi lényegében itt a kataklézis definícióját adja, poétikai definícióját. Lássunk néhány példát. Arany a Ráhel síralmában azt írja, hadd csókolom meg-e vérző sebajkat. Az új szóösszetétel vérző sebaja két jelentést párosít. A halálos seb az anyai csóktól válik ajakká. A hamis tanú végén két élő a kérdés, bajt hozna reátok. Új jelentést ad a kérdés fogalmának, aminek következtében a kérdés, a kérdőmondat fegyverként való konceptualizálása érhető tetten. Az ötödik Lászlóban, mélyen a vár alatt vonul egy kis csapat, olyan rettegve lép, most lopja életét Kanizsa Rozgonyi. Arany itt a vonulás, lépve haladás fogalmát kibővíti a tolvajlás, lopás fogalma felé. A király bosszújától lopóckodva elszökő rabok úgy mentik életüket, mint ahogyan a tolvaj lop. Mintha tolvajok volnának, pedig csak azt viszik, ami az övék. A Széchenyi emlékezete utolsó soraiban. Mi fölkelünk a fájdalom vigasztal, egy nemzet gyásza nem csak leverő. A fájdalom, mely közönségesen hasogat, metsz, szúr, kínoz, itt új elemmel bővül a vigasztalás elemével. A vigasztaló fájdalom kataklézisét adja ki. Hasonlóképp a gyász, mely közönségesen lever, lesújt, új elemmel bővül a felemelés elemével.
ezzel előállítva a felemelő gyász kataklézisét. Vörös Marti a Szép Ilonka végén azt írja, amikor Peterdi azt javasolja Ilonkának, hogy térjenek vissza a vértes vadonába, mert jobb lesz nekik ott, és haza is indulnak, azt írja, szól az ősz jósejtős fájdalommal, s a búspár megy, gond sújtotta nyommal. A jósejtő fájdalom, tehát két kataklézist is találunk itt, a jósejtő fájdalom kataklézisét, amelyben összekapcsolódik a sejtés és a fájdalom, két jelentés felé is tágítva az összetételt, ahol a fájdalom sejt, és ahol a kiazmus hiányzó felében a sejtés fáj. Másrészt ott van a gond sújtotta nyommal, jelezve, hogy nyomot hagyva, vagyis nehéz, súlyos léptekkel mennek. Most az előadásom következő részében néhány jellemzőjéről szeretnék beszélni a kataklézisnek. Mindenek előtt a funkciója az, hogy fogalmi és nyelvi hiányokat pótoljon. Előbb a klasszikus retorikát tekintve láthatjuk, hogy például Du Marsay a trópusok között az első helyre helyezi a kataklézist, melyet a szükség kényszerít ki a nyelvi hiányok, hézagok pótlása érdekében. Pótlására. Fontanier pedig azt írja, hogy a kataklézis lényege általában az, hogy egy olyan jelet, amely eredetileg már hozzá volt rendelve valamilyen fogalomhoz, hozzárendeljük egy új fogalomhoz is, amely a nyelvben nem rendelkezik saját jellel. A klasszikus retorikában nem tesznek különbséget. A világban már létező dologra kitalált új kifejezés és az új fogalomra alkalmazott kataklézis között. Csak a posztstrukturalista retorika zárja ki a kataklézis osztályából azokat az eseteket, amikor a fogalom vagy a dolog előidejű a szóhoz, névhez képest. Ricoeur szerint például csak akkor tekinthető alakzatnak a kataklézis, ha nem kényszer, hanem lelemény szülte, vagyis szabad. Azaz, ha a fogalom nem előzi meg a jelentés bővülést. Megjegyzem, ezért nem tekinthető kataklézisnek a számítógépes és internetes kultúra számos terminusa, mint egér, kukac, login, szörfözés, navigálás, net. Mert ott már egy meglevő folyamatra kellett nevet találni. Tehát a szabad kataklézis lesz a nyelvi és fogalmi invenció trópusa, amikor sem a szó, sem a fogalom nem létezett korábban. Erre utaltam az előadásom címébe vont Petőfi sorral, nincs rá szó, nincsen rá fogalom. A kataklézis az a trópus, amelyről Paul de Man azt írja, hogy hatalmában áll a legfantasztikusabb létezőket létrehozni, és a valóság szövetét a legszeszélyesebb módokon szétbontani és újra szőni. Michel Foucault pedig a szerző azelőtt soha ki nem mondott dolgokkal tölti ki az üresen maradt nyelvi helyeket, változáshoz és ezzel változást hoz a dolgok fennálló rendjében. Ami azt is jelenti, hogy immár Wittgenstein-i módon beszélni lehet olyasmiről, amiről korábban nem volt beszéd, mert nem lehetett beszéd róla. Második pontom az, hogy a kataklézisben sérül a nyelv arisztotelészi lényege. Arisztotelész azt írta, hogy ha egyet gondolunk, akkor ennek az egy dolognak egy nevet is adunk. Ám, mint Du Marsay később írja, még a leggazdagabb nyelveknek sincs annyi szavuk, hogy minden egyedi eszmét ki tudjanak fejezni egy olyan kifejezés által, amely csak is ennek az eszménynek lenne a saját jele. Így aztán gyakran szükségszerű egy másik eszme saját nevét kölcsönvenni. A kortárs amerikai teoretikus Marjorie Perloff pedig prím szavaknak nevezi azokat a szavakat, amelyek, mint fogalmaz, csak önmagukkal oszthatók, és amelyek esetében minden elnevezés csak egyetlen dologhoz tartozik. Ezekben az esetekben nem sérül az, amit Derrida a nyelv arisztotelészi lényegének, az egyértelműség téloszának nevez. Amit idéztem, ha egyet gondolunk, akkor ennek az egy dolognak egy nevet is adunk.
Ám a kataklízisben bizony sérül a nyelv, az egyértelműség télosza, hiszen amikor költők és nyelvhasználók új értelemben használják a szavakat, létrehozva a nem prim szavakat, amelyek esetében egy elnevezés több dologhoz is tartozik, jócskán megnehezítik a megértést. Hasonlóan sérül az egyértelműség télosza a privát nyelv különböző, egyébként szintén kataklitikus változatai esetében. Gondoljunk csak egy család, vagy akár csak egy személy privát nyelvére. Példaként utalhatok a teremben levők közül sokak által ismert és szeretett legendás matematikus Erdős Pál privát nyelvére, aki úrként utalt a feleségre, rabszolgaként a férjre, és epsilonként a gyerekre. És ezt nem idézőjelbe tette, hanem a legtermészetesebben, szemrebbenés nélkül így beszélt, tehát, és hogy van a rabszolga, az azt jelenti, hogy hogy van a férje. Vagy idézhetem Humpty Dumpty-t, Lewis Carrolltól Dingy Dungy-t, aki ezt mondja Alice-nek: ha én használok egy szót, akkor az azt jelenti, amit én akarok, sem többet, sem kevesebbet. A harmadik jellemzője, amiről ma beszélek, mert nyilván több van, az, hogy a kataklízis a nyelvbezártság alakzata. Új fogalmakat alkot, mégpedig már meglevő szavakat és kifejezéseket kölcsönvéve. Ami azt jelenti, hogy ezzel a világról szerzett ismereteket magából, a nyelvből merítjük. Nem a világból, nem a tudatból, kizárólag a nyelvből. A metaforával ellentétben ugyanis a kataklízis nem jelölt jelölő, hanem kizárólag jelölő-jelölő viszonylatban működik. Nem a nyelven kívüli világra referenciális, hanem a jelölőn belül marad, jelölőkön belül marad. Az utaló funkció eféle eloldásának jelentéselemét őrzi az alakzat laza meghatározása, miszerint a kataklízis referens nélküli metafora. Azaz olyan trópus, amely gátolja, visszatartja a nyelv kifelé mutató funkcióját. Vagyis az invenció magából a nyelvből merít. A szavak Münchhausen báró módjára, aki saját hajánál, pontosabban parókája copfjánál fogva emelte fel magát, a szavak önmagukat önmagukból látják el új jelentéssel. De hogy is történhet mindez? Hogyan láthatják el a szavak önmagukat önmagukból új jelentéssel? Emily Dickinson rózsaolajprés metaforáját használja a költő alkotó tevékenységére. Amikor is az egymás mellett álló szavak lényegüket, lényegolajukat megosztják egymással. Akár a rózsaszirmok, amikor az olajprés csavarjaitól összenyomva összeadják nedvüket. Kifacsart lényegolajok, rózsanedv, rózsavallomása, ajándék, csavar préselte ki, nem csak a napok nagy nyomása. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kataklitikus összepréselés során összekeverednek a szavak etimológiai vagy szemantikai, etimológiai és fonetikai jegyei, értelmi, szóeredeti és hangzásbeli áthallásokat hozva létre. A szemantikai áthallás a leggyakoribb. Szinte az összes példám ezt ebbe a kategóriába esik. A realizálás, a holocaust, gender, circumference, slant of light, tehát perem vagy ferdefény. De a szemantikai áthallás, speciális esete a vendégszöveg, valamilyen ismert vagy kevésbé ismert szöveg felidézése, illetve az arra való utalás, célzás, rájátszás, allúzió. A posztmodern költészet egyik alapvető jegye ez a játékos közeledés vagy rájátszás egy másik szövegre, és ezzel annak beemelése a saját szövegbe. Kodolányi Gyula például William Carlos Williams a Lejtő című versének sorait idézi, az olvasó kedvéért figyelmesen, idézőjelbe is téve a Williams sorokat. A fehérség sohasem oly fehér, mint a fehérség emléke,
fehérséget sosem az enyém, csak az emléke. A vereség sosem teljes vereség, vereségem nem teljes, enyém az emléke, mert mindig oly világot nyit meg, új világot nyit meg fehérséged emléke. Vagy idézhetem Szőcs Gézától azt, hogy kádban válnák közt halni meg. Vagy azt, hogy lótusz szeretnék vacsorára, paradicsomot, sumut házoá. Persze halljuk a sorok mögött Petőfit és a halotti beszédet, és az utóbbi esetben halljuk egyfajta áthallásos zugmaként a paradicsom szó mindkét jelentését. A szavak rózsaolaj présének izgalmas esete az etimológiai áthallás, amely feléleszt egy korábbi jelentést, amelynek nincs már tudatában a nyelvhasználó. Például ilyen a szivárvány Arany Jánosnál. Szivárvány az, vége nyugszik messzi-messzi tengeren, s megürült fellegekbe, szíj fel onnan új vizet. Seiber Sándor a következőt írja erről a verszakról. A magyar szivárvány szó is a szíj ige származéka. Arany ezt őrzi és értékesíti. Vagyis arról a szivárványról beszél, amely felszívja a vizet. Vagy a lakni ige Arany János Vágy című versében. Vágytam, Juliskám, lakni hozzád, számlálgatám az évek hosszát. Lakni hozzád, vagyis megtérni hozzád. Finnugor etimológiája szerint jelentése megtelepedni nálad, lakodba térni. Felsejlik a lakodalom származék szó is, ami a vigasság szemantikai elemét csempészi a sorba. Következő példám Rilke szemalmája. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Nem ismerhettük hallatlan fejét, amelyben szeme almái értek. Erről a szóválasztásról Nemes Nagy Ágnes így ír. Rilke a német nyelvben már elhomályosodott fogalmivá lett szemalma kifejezést újra érzékeltessé teszi azzal, hogy mellé rakja az érni igét, melyben szemalmái értek, visszaállítva így az eredeti, a nyelvben már csak lappangó képszenzualitását. A fordító, Tóth Árpád pedig, írja Nemes Nagy Ágnes, kitartott a költő sugalta kép mellett. Áttérve a fonetikai áthallás esetére, Horváth Kornélia Szabó Lőrinc Egy álmai című versében mutat rá, hogy a fonetikai áthallás az alapja a szökevény, szövevény, kölcsönös jelentés bővülésének. Másút Horváth Kornélia József Attila Gyöngy című versében mutat ki fonetikai áthallásokat, többek között a gyöngy, göröngy és a csillag, csillog szavak között. Szőcs Géza számos versében találunk eféle fonetikai áthallást. Legyek órás vagy óriás, muzsik legyek vagy muzsikás. Jobban szeretnél egy kevéssel, ha bedörzsölném magam mézzel, vagy ha kaporral, puskaporral. Itt az órás és óriás, muzsik és muzsikás, kapor és puskapor mind katakritikus összetételeket alkotnak, kölcsönösen bővítve egymás jelentését. Vagy egy másik versben, és egy lámpa Szent-Simonnál, és egy zsoltár Szent-Simonnál. A Szent-Simon-Szent-Simonnál áthallás a kölcsönös jelentés bővülés révén több lesz, mint a tagok összege. A két név felidézése révén sejtjük, hogy itt olyan világról van szó, amelyben a tudósok és művészek vezette társadalom utópiája találkozik a protestáns Európát bejáró és közben mindvégig anyanyelvét ért tevékenykedő erdélyi zsoltár költő szellemiségével. Különös esete a fonetikai áthallásnak az, amit nyelvközöttiségnek nevezhetnénk, amikor több nyelvből vett szavak összejátszása történik. Szőcs Gézától veszem a következő példákat. Hazakísérnek most az ikrek, a feketes, a hófehér, mindkét fiúcska elkísér. Egyik szeplős, másik kancsi, tejfeljancsi, tajfeljancsi.
Itt egyrészt halljuk a Kejfel Jancsit a Tejfel Jancsiban, másrészt a nyelvközöttiség révén az ördögöt a Tajfelban. Vagy egy másik példa. Fürösz meg, love me, love moi. Itt is új fogalmat ad ki a nyelvközöttiség révén elért fonetikai és végül szemantikai áthallás. Talán a tisztító szerelemét. Végül a kataklézis narratív trópus is. A szó jelentése ugyanis úgy bővülhet, hogy abból egy történet kerekedhet ki. Itt a kataklézis alakzati szerkezetének tematikai leképződéséről van szó, amikor is az újítás a narratíva szintjén érhető tetten. Példáimat Sejber Sándortól veszem. Ő tárgyalja többek között a fántermő madarak történetét, a 12. századi Jehuda Hadassinál, a visszhangzó fák meséjét, szintén Hadassinál, és a növekedő ruhák meséjét, amelyet Mikszát Sámuel első könyvéből vett a Szentpéter esernyőjében. Mindegyik esetben a kataklízis által előállított új fogalom narrativizálásáról van szó, és mindegyik meseelem esetében a Paul de Man által hangsúlyozott kataklízis jegy működik, amelyet korábban már idéztem, a legfantasztikusabb létezők létrehozása, a valóság szövetének szeszélyes szétbontása és jelen esetben narratívában való újraszövése. A példákból láthatjuk, hogy a kataklízis változatos belső szerkezettel bíró trópus. A tagok száma alapvetően attól függ, hogy explicit vagy implicit jelentésbővülésről van e szó. Elnézést. Implicitnek tekinthetők a legelső példák között említett egyelemű kataklízisek. Realizálás, holokauszt, Dickinson circumference fogalma, amikor a szó létező jelentése mellé a szóhasználó beleérti az új jelentést. Hiszen az implicit kataklízis a szavak implicit szemantikai jegyeit mozgósítja. Az explicit kataklízis több elemből áll. A szövegkörnyezetben levő elemek és szemantikai jegyeit mozgósítja. Szintaktikai szerkezetét tekintve a kataklízis lehet jelzős szerkezet, mint például Heavenly Hurt, égi sérülés Dickinsonnál, Lonesome Glory, magányos dicsőség, Confident Despair, magabiztos elkeseredés, Horror Sympathique, vonzó borzalom, I have mummy truths to tell, múmia igazságokról szólok, mondja Yeats. Lehet névszói csoport, Bliss of Death, Corbiard de Mirev, Accept the Constitution of Silence, This Broken Jaw of Our Lost Kingdom. Lehet egész mondat. Először egy példa, Je suis belle, au mortel, comme un rêve de Pierre. Halandók, szép vagyok, mint vésővéste álom, írja Baudelaire. Az egész mondatból álló kataklízis jellemző módozata a meghatározás, amely kiaknázza a kataklízis kopulatrópus jellegét, és egyenletet állít fel két fogalom és azok jelentése között. Dickinson számos versében található ilyen definíció, amelyekben nagy előszeretettel ad konkrét meghatározást elvont fogalmaknak. Faith is a fine invention, írja. Fame is a bee. Vagy aranynál, közönös a világ, az élet egy összezsúfolt táncterem. Vagy végig a világ című versben, hogy a világ egy kopott szekér, egy régi mente, egy tói malom, vén muzsikás, rozzant csárda, részeg ember a világ, ez a világ. Végül megemlítem Kosztolányi orvos fogalmát, mi szerint az orvosok gyilkosok. Bolobás Béla írja le, hogy amikor 1936-ban a nagybeteg Kosztolányi a Szent János Kórház B-sebészetén feküdt, ő pedig cselédkönyves orvosként kezelte a végstádiumban levő beteget, a költő rendszeresen tudtára adta, hogy az ő szótárában az orvos nem csak az őt
inspektáló szakembert jelenti, de a gyilkost is. Gyilkosok vagytok, csak szívjátok a beteg vérét, de gyógyítani nem tudtok, mondta. Végül az egész vers is alkothat egyetlen kataklézist, ami valójában megfelel József Attila keletkező szó fogalmának. József Attila keletkező szónak nevezi azt az új szemantikai egységet, amely mindaddig nem létezett, és a versben létesülő új fogalom megragadására szolgál. A költemény egyetlen keletkező szó, írja. A kataklízis alakzati szerkezetéről pusztán annyit szeretnék elmondani, hogy az áthallások révén számos más alakzatra épülhet, így a régi jelentés és az új jelentés között lehet például metaforikus, metonimikus kapcsolat, vagy történhet a kapcsolódás az oximoron, a kétértelműség, vagy más szemantikai alakzatok mentén. De formai, versszerkezeti alakzatok is alkothatnak kataklézist, mint például az alliteráció, a rím, az asszonánc, a konszonánc. Eképp a kataklézis nem is egyes, hanem páros vagy többes alakzatnak mondható. Így ebben az értelemben is nevezhetjük ménage à trois alakzatnak. A továbbiakban az újító gesztusok katakritikus jellegéről fogok beszélni. A kataklízisről ugyanis nem csak az mondható el, hogy az újítás trópusa, hanem az is, hogy az újító gesztusok a művészetben mind kataklétikusok. Mind a kataklízis alakzati szerkezetét követik, miszerint egy fogalom ismert, bevett jelentése mellé befurakszik egy új, és ezt a szerkezetet követve a művész vagy költő új értelmezést ad egy-egy tételnek a különböző írásmódokról, kompozíciós módszerekről. Erőjáróban néhány példa a képzőművészetből és a zenéből. Az újító művész felülír számos elfogadott nézetet. Például miszerint a műalkotás ábrázol, valósághű, mimetikus. 1912-ben ezt a tételt írta felül Marcel Duchampnak a lépcsőn lemenő aktja, amely a mozgást absztrakt módon jeleníti meg, és melyel szándéka szerint örökre megszabadult a naturalizmus rabszolga bilincseitől. Vagy egy másik tétel, hogy a műalkotás a művész alkotása. Ezt a tételt szintén például Duchamp írja felül a biciklikerékkel, illetve a Mona Lisával és számos egyéb ready-made objet trouvé alkotásával. Szintén egy sokáig elfogadott tétel, hogy a műalkotás a szép megjelenítése. Ismert felülírása megint Duchamptól, a forrás, amely sokáig botránykőnek számított. Vagy az a tétel, hogy a műalkotás látható vagy hallható. Ezt a eléggé közhelynek, magától értetődőnek számító írta felül Rauschenberg és Cage az 50-es években, 51-ben, illetve 52-ben, Rauschenberg a fehér festményével, John Cage pedig a 4 perc 33 másodperc című csönd kompozíciójával. A továbbiakban néhány olyan radikális költői kísérletet tárgyalok, amely széles körben elfogadott poétikai tételeket ír felül. Követve a kataklízis alakzati szerkezetét, új jelentéselemmel bővítik a poétikának valamely mindaddig érvényes konvencióját, tételét vagy presszuppozícióját. Például az amerikai modernizmus elindítójának tekintett imagizmus az 1910-es években radikálisan átértelmezi a költészet normáit, feladatait. És hasonlóan Duchamp ready-made-jeihez a percepciót, az észlelést emeli a művészi alkotás legfőbb eszközévé. Erről szól például egy nagyon ismert vers, William Carlos Williams, The Red Wheelbarrow című verse, a vörös talicska, So much depends upon a red wheelbarrow, glazed with rainwater beside the white chickens. Oly sok minden függ a vörös talicskától, esővíztől fénylik, fehér csirkék mellett.
Ez a költemény nem tesz mást, mint leírja, amit lát, és ezzel defamiliarizálja azt, ami megszokott hétköznapi. Rámutat, hogy ami függ a vörös taliskától, annak észlelésétől, meglátásától, az pontosan az, hogy látjuk-e a világot. Képesek vagyunk-e a megszokottat is az érzékelés szférájába vonni, illetve úgy apercipiálni a jelenségeket, mintha az a legelső alkalom volna. Mindenben segít a költészet, amikor vállalja, hogy a felerősödött percepció ezen intenzív pillanatainak krónikása lesz. Hasonlóan a defamiliarizáció élményét adja Ezra Pound nevezetes kétsoros metró verse. In a station of the metro. The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough. Ez arcok jelenése a tömegben, szirmok egy nedves, fekete ágon. Ez a vers hűen követi az imagizmus 1912-es kiáltványában megfogalmazott instrukciót, miszerint a kép két igen távoli realitás egymásra helyezésével jön létre, és lényege a meglepetés. A vers éppen ezt a meglepetést váltja ki az olvasóban, amikor újra láttatja vele a leghétköznapibb jelenetet. Egyértelmű a két távoli realitás összekapcsolása a haiku-szerűen épülő Pagani's November 8, a Pagani étteremben November 8 című Pound versben is. Suddenly discovering in the eyes of the very beautiful Normand Cocotte, the eyes of the very learned British Museum assistant. És váratlanul ráismerni a nagyon szép normandiai kokott szemében, a nagyon művelt könyvtáros szemére a British Museumból. Itt a költő hirtelen meglátja az azonosságot a két feltételezéseink és előítéleteink szerint távoli realitás, az elegáns francia prostituált és a British Museumból ismert, nagyon olvasott és nagyon művelt, és feltehetően férfi könyvtáros között, akik talán két különböző testi, illetve szellemi szenvedély megjelenítői. A költői beszédforma katakretizálására hozott első magyar példám Szabó Lőrinc, akinek, mint Kulcsár Szabó Ernő fogalmaz, szemléleti, poétikai újításaival máig ható költészettörténeti fordulat veszi kezdetét a magyar modernségben. E szemléleti poétikai újítások között kritikusai, nevezetesen Kulcsár Szabó Ernő és Kapdevó Lóránt, alul stilizált dikcióját, díszítetlen elokvenciáját és a versbeszéd természetességét emelik ki. Költészetére általában jellemző az a gesztus, amely talán a legfontosabb eleme lett a radikális fordulatot hozó poétikai újításnak, ahogy Kulcsár Szabó Ernő fogalmaz, az értelmezést kiiktató érzéki világtapasztalat gesztusának. Vagy ahogyan Horváth Kornélia írja, az Egyálmai című versnek szentelt tanulmányában, a versbeli beszélő elutasítja az értelmet és a megértést, és az értelem szökésében látja a szabadulás reményét. A költői beszédforma katakretizálására hozott második magyar példám Kosztolányi Dezső, akinek a Hagy 40 éves című versét újraértelmező tanulmányában Kulcsár Szabó Ernő száfolja azokat a sokak által osztott nézeteket, melyek szerint a klasszikus magyar költészeti modernség uralkodó karaktere lényegében a magas nyelvművészeti igényű esztétista képalkotás alanyír lírájában öltene testet, valamint azt, hogy Kosztolányi igazi teljesítményei az artisztikus tökéletesség, a tökéletes képi és érzelmi megfelelés, a magával ragadóan dallamos versritmus, a lélek önmegértési vágya, pátosz és szólamtelítettség volnának. Kulcsár Szabó rámutat, hogy ha 40 éves, kifejezetten alul retorizált vers jellemzője, a köznyelvi beszédforma és a képies díszítetlenség. A hagyományos értelemben vett mondandó olyan tüntető hiányával szembesít ez a költemény, írja Kulcsár Szabó, hogy a kimondottak gondolati tartalmi relevanciája a közlés szemantikai null fokához közelít. Tehát nincs létösszegző számvetés, a téma is hétköznapi,
Nincsenek sorsfordító mozzanatok. Lényegében más nem is tapasztalható itt meg, mint az, hogy egyáltalán vagyunk a világon. Még egy néhány ilyen felülírt tételről fogok beszélni. Az értelmi fordítás tételét írja a felül Kodolányi Gyula, amikor Robert Creeley egy versének pusztán a hangzását fordítja le. The wetness of that street, the light, eretnek óvd a hírt, the eye, the way the clouds were heavy is, dögvész, de tűrvörheny, tűzt, not description, but in the memory I fear, portesíkon, bátra mormoly éfélt. Viccesnek hangzik, vicces is persze, de borzalmasan nehéz, azt hiszem, ilyen fordítást készíteni. Nagyon nehéz kizárni a fejünkből a jelentést. Vagy ugyanilyen hangfordítást készített Szőcs Géza, aki Charles Bernstein egyik versének fonetikai hangzását ültette át magyarra. Unsealed in its concealing the eye, van szíved, mely koncokat viselj, meg ne állj. Merrily rolls its ours and minds it, merre araszolsz, visz az ár, mint mamácit. Nem olvasom tovább. Bék Timur az értelmi haladás tételét írja felül. Azt a poétikai alaptételt, miszerint a vers valamiféle értelmi szálon halad előre, ahol az értelmet követi a nyelv. Bék Timur megfordítja ezt az elvárást, kövesse az értelem a nyelvet. Be van zárva mégis minden tudni vél, mi odakint ment, nem idéztem az összes verszakot, de a refrén mindig ez. Hullám, hegy, gerinc, velő. Itt az értelmi haladás helyett nyelvkövetésről beszélhetünk, hiszen a lehetséges szó összetételek hullámhegy, hegygerinc, gerincvelő mentén halad a refrén sora. Váradi Szabolcs is a szavak hangzása szerint halad. Te csellengő, incselgő, lelkecske, animula mulattast mulandót. Vagy az, hogy szalad, szalad, szalad a szándék, tova, té, tova, sehova. Kodolányi Gyula hasonlóképpen a szavak hangzása, illetve a lehetséges szó összetételek szerint halad. Mert trespasser az a birtok, csend, háborító, háborgó, mind. És hasonlót olvasunk Szőcs Gézánál is, akinek egyik versében a szerelmes leány azzal érzékelteti a szerelmével való összetartozásának vágyát, hogy magukat az összetett szavak elemeiként képzeli el. Ha én volnék a név más, és ő volna a név. Ha mással hangzó volna, én volnék a más. Ha ő volna a szem, és én volnék a látomás. Ha ő volna a szív, és én a dobogás. Nem fogok róluk hosszasan beszélni, csak éppen megemlítem ezt a nagyon érdekes költői iskolát, az amerikai nyelvköltőket, language poets, akik a vers önkifejezés jellegét tagadják. És azt mondják, hogy nem, a nyelv az nem eszköz vagy átlátszó üveg, amelyen keresztül a világot látjuk, hanem minden tapasztalat és élmény forrása, a költői figyelem tárgya maga az ablak, a nyelv, és az a nyelvköltő feladata, hogy láthatóvá tegye ezt az ablakot, vagyis a nyelvi közeget. Legutolsó példám Augusto de Campos mozgóképverse, amelyről egy kicsit hosszabban fogok beszélni. Legalább két poétikai tételt ír felül, miszerint csak a deskriptív tartalmú szavaknak van önálló szemantikai tartalma, a funkciószavaknak nincs, illetve az, hogy a vers lineáris és statikus. Több változata is létezik a Cidade, City, Cité című versnek. A statikus változat, persze itt nem látni, de én leírtam, szótöveket rak egymás mellé. Az, hogy jobban lássuk a szótöveket, elválasztottam őket. Atro, kadu, kosti, elasti, feri,
Ferro, Fuga, stb. Koszti egyébként, azt hiszem. És azt mondja, hogy ha három nyelven tesz hozzá szufixumokat, portugálul, angol, portugál, angol és francia nyelven, akkor ezek ugyanaz, azonos jelentésű elvont fogalmakat fognak kiadni. Vagyis ezek olyan szótövek, amelyek mindhárom nyelven értelmes és azonos értelmű szót alkotnak. Megmutatom, hogy miről van szó. Atro volna a szótő, hogyha hozzárakom azt, hogy cidade, vagy city, vagy cité, mindegy nyelven azt jelenti, hogy atrocitás. És ugyanígy végig az teljes lista a szótövekhez, bármilyen nyelven kapcsol, olyan szótöveket sorol föl, amelyhez, hogyha bármilyen nyelven kapcsolunk szufixumot, ugyanazokat az értelmes és azonos értelmű szavakat adják ki. A digitális változatban, mert digitális változat is született, új életre kelnek a több nyelven megadott szufixumok, amelyek rendre elvont fogalmakat képeznek. Itt átváltoznak a konkrét város fényeivé, jelenségeivé, jellemzőivé, miközben a szótövek és a képzők összjátéka adja ki a nagyon is konkrét várost. Lejátszom, 45 másodperc. Dinamite dramatic duple cu mene las elete echivo esentri feri fero fugu istorii roșii loc al lubrimendamenti morda multipli organi periodi plastic prolific public rapar vestit tomando a palavra cidade e outras palavras que terminavam com essa parte vocabular decidi fazer um poema com todas elas que tivesse alguma relação icônica com a própria ideia de uma grande metrópole eu coloquei as palavras em ordem alfabética sem me preocupar com o sentido que tivesse mas tive a sorte de que, mais ou menos no fim, a última palavra vinha a ser voracidade. E eu percebi que ela como que engolia as palavras anteriores. Ela fechava o poema, que era um poema que ameaçava não ter fim. A három nyelven ismétlődő szufixumok átváltoznak, a funkciószavak elvesztik képzővoltukat, és tartalmas szavakká önálló főnevekké válnak. Nominalizációjukkal azt érzékeltetik, hogy maga a város, a cidade, city, cité lesz. Kegyetlen, múlékony, csípős, rugalmas, boldog, illékony, történeti, hangos, érzéki, szegény, többszörös, szerves, szakaszos, stb. Végül a városról csak annyit tudhatunk, amennyit maga a nyelv közöl. Eképp a nyelv nem eszköz, amely a világból merített tudásunkat közvetíti, hanem épp fordítva, a világról azt tudjuk, amit a nyelv közöl. Az ismeretszerzés pedig nem a valóságtól halad a nyelv felé, hanem a nyelvtől a valóság felé. Zárásként puszán néhány pontban összegzem előadásomat. A katakrézis a retoricitás, a nyelvbezártság látványos alakzata. Itt maga a retoricitás, a nyelvre való visszafordulás valósul meg. Nyelvbezártsága okán, vagyis a különböző áthallások révén a katakrézis számos más alakzatra épülhet, szemantikai és szerkezeti alakzatokra egyaránt. Ekép szerkezetileg is ménage à trois alakzatnak mondható. Végül a nyelvi kreativitás eszközeként a katakrézis megfelel a Kenesei István által leírt háromféle nyelvi kreativitás mindegyikének. Formai kreativitásnak, jelentésbeli kreativitásnak és az elmebeli kreativitásnak. Ezzel a katakrézis a nyelvi invenció egyik alapvető módozata lesz. Ugyanakkor, mintha túl is mutatna alakzat voltán, mintha több volna egyszerű költői retorikai trópusnál. Hiszen alakzati szerkezete nem csak a szavak jelentés bővülésében érhető tetten, hanem a költői konvenciók radikális átértelmezésében is. Úgy is mondhatnánk, a költői konvenciók jelentés bővülésében. Eként a katakrézist egyaránt tekinthetjük trópusnak és gesztusnak. Köszönöm szépen a figyelmet!